Na, szevasztok srácok, itt vagyunk a legújabb Pack Project részben, ami már a 25. és ma nem mással, mint a BPL, illetve az olasz csapatunkkal fogunk játszani egy-egy mérkőzést. Kezdésként a BPL-lel fogunk játszani, nézzük is a csapatot. Eléggé szépen alakul ez is, nem túl rossz ez a team. Itt vannak nekünk a srácok. Teljes mértékben jó, Leroy Fair be fog mutatkozni, remélhetőleg góllal, legalább egyel. Úgyhogy akkor kezdjünk is bele az első mérkőzésünkbe, nézzük, hogy ki lesz az ellenfelünk. És elég gyorsan meg is találtuk az ellenfelünket, akinek egy svájci csapata van. Hát ilyet sem minden nap látunk, nem rossz egyáltalán a kis team, de hát én úgy gondolom, hogy azért illene megverni. Ezt gyönyörű fejre. Mvogó. Szépen fogdossa itt a labdákat. Nagyon jó. Ferr. Ez a kis Mvogó, ez egészen jól védeget. Nagyon szép. Ferr. Ott a gól, 1-0, így van, Leroy Fer egyből a bemutatkozó mérkőzésén. Fejel egy gólt, gyönyörű szépen. Hát ezt azért már be kellett volna fejelni. Be is fejelte. Úgyhogy nagyon szépen csinálta. Hát mondjuk azért a kapus egy kicsit elaludt, de jól tette. Na itt lesz a gáz. Itt lesz a kurva nagy gáz, ugyanis Adrián megfogja. Akkor nincsen semmi probléma. Nagyon jó. Leroynak még megvan? Hát megvan és be is veri. Akkor hibátlan és csodálatos. 2-0. Megmondom őszintén. Oda Sakónak akartam volna passzolni, az mondjuk lehet, hogy les lett volna, de hát így is teljes mértékben jó ez így. 2-0, Leroy Fer második gólja, remélhetőleg lesz még egy. Az ott kit látott ez a jóska gyerek? Megmondjuk ő se tudom, de bazd, miért nem váltott embert? Ennyi volt, elég rövid volt. Jó mérkőzés volt, igazából 2-0-ás eredmény szerintem teljes mértékben megérdemelt. Leroy Fer nagyon jól játszott, benne volt, hogy szerez még egy gólt, de sajnos nem szerzett. Viszont akkor a győzelemért jár egy 7500-as csomag, Leroy Fer bemutatkozó góljáért egy 5000-es, ugye kettő volt neki, de csak egy jár ebből, és mivel nem kaptunk gólt, ezért még egy 5000-es csomag, tehát 2 darab 5000-es, illetve 1 darab 7500-as csomagot fogunk most kinyitni. Na nézzük akkor a csomagokat. Első 5000-es. Van benne egy, ki van benne, Messi mit ad nekünk? Mitrovic, hát őt már kinyitottuk a sorozat elején, Fernandez viszont nem rossz, de hát nem fogjuk nagyon használni, és ennyi. Második 5000-es csomagunk. Nézzük is, hogy Griezmann mit ad most nekünk. Remélhetőleg valami jó kis rare játékos, helyette egy Fernandez, meg egy Asensio. Na, két egészen jó játékos, de hát velük sokra nem megyünk, ugyanis nem terveztem már nagyon használni a spanyol csapatunkat. És akkor a győzelemért járó 7500-as csomagot is kinyitjuk. Nézzük meg, hogy mi van benne. Elszkippeltük, és egy Martin Harnikot kaptunk, aki egyáltalán nem egy rossz játékos, eltesszük, de sokra nem megyünk vele szerintem, Zekával se. Mondjuk ez a Harnik gyerek, ez nem rossz. Na, és akkor itt vagyunk az olasz csapatunknál, szokás szerint nincsen változás a teamben, eléggé erős. Eddig velük szinte csak nyertünk szerintem. Remélhetőleg a következő mérkőzésen is sikerül begyűjteni majd a 3 pontot. Sikerül megnyerni a mérkőzést. Nézzük meg a második ellenfelünket. Na, meg is van az ellenfelünk, és akkor nézzük a csapatát. Hát erre nem tudok nagyon mit mondani. Remélhetőleg végig fogja játszani a mérkőzést, mert ha nem, akkor ideges leszek, és az nem lesz jó. Úgyhogy reménykedjünk. Srác nincs itt, úgyhogy ha nem lép ki, akkor szarrá verjük, hogyha kilép, akkor pedig így járt. De hát meglátjuk. Minden esetre reménykedünk, hogy megjön az esze és elkezd játszani. 1-0, a gólszerző pedig nem lesz más, mint Walter Birsá. Jó szokása szerint. Hát de most miért ne? Gyönyörű szépen ment vissza a passz Niangtól, ő pedig gyönyörűen
Hibátlanul befejezte. 1-0. 2-0. Gólszerzőnk pedig nem más, mint Kevin Constant. Helyett miért látom mindig négernek a De Rossit? Mindig négernek látom, hallod? De nézd meg, milyen fekete. Akkor De Rossi a gólszerző, és nem Constant. Azért kicsit nehéz összekeverni őket, de esküszöm, feketének látszik az ember. Ú, de szép labda a Birsának, a Birsa pedig belövi. Easy. Van, hogy játszik, van, hogy visszajön néha védekezni, de amúgy támadni nem nagyon indul el a srác. Hát jó, igazából nekem teljesen mindegy, én ennek örülök, ugyanis így több csomagot fogunk tudni kinyitni. De hát így is jó, hogyha Niang lövi be. Bazd! Megfogta a kapusa. Én azt már esküszömben láttam. Na jól van. Amúgy ma lesz egy csomó VB-selejtező mérkőzés, tök fasza. És Magyarország is játszik Feröer ellen, ugye ti már ismerni fogjátok remélhetőleg a végeredményt, hogyha nézitek ezt a videót. Írjátok meg, hogy elégedettek voltatok-e a srácok teljesítményével. Én bízok a győzelemben, esküszöm. Remélem, hogy össze is jön egy ilyen 2-3 gólos győzelem minimum. De hát meglátjuk. Amúgy itt meg közben megy a mérkőzés. Tudjátok, mit Birsával még gurítunk egyet, hogy lehessen nyitni még egy csomagot, aztán hello, szia! 4-0, Walter Birsa. Király. Nem fogok kilépni, mert nem vagyok gyökér, és nem adom fel a mérkőzést, főleg nem úgy, hogyha már lőttem 4 gólt, úgyhogy igazából ezzel nem nagyon tudok mit csinálni, így is sok esemény volt. Még beszéltünk a VB-selejtezőkről is, úgyhogy tök fasza. Na, itt a vége a mérkőzésnek, hát igazából nem csinált semmit az ellenfelünk. Nem tudom, tehát ő azt gondolja, hogy vagy ideges lesz az ellenfele és ki fog lépni, vagy pedig csak így akar spontán coin szerezni. Szerintem egyik se éri meg, tehát meccset így nem fog nyerni. Na mindegy. A lényeg, hogy megnyertük a mérkőzést, az egy 7500-as csomag, nem kaptunk gólt, az egy 5000-es, Birsa előtt egy Mester 3-ast, az még egy 5000-es, illetve 3 vagy annál több góllal nyertünk, ami pedig nem lesz más, mint egy 15000-es, vagy pedig 2 darab 7500-as csomag, úgyhogy nyissuk is ki most ezeket. Na itt is vagyunk, és nincsen 15000-es csomag, ezért 2 darab 7500-öset kell még mellé nyitnunk, viszont akkor nézzük is az első 5000-est, amiben nem lesz más, mint egy. Remélem valami értelmes játékos, helyett egy Steven Dufour, meg egy Kasami. Hát, nem túl jó csomag. Második 5000-es csomagunk, nézzük. Léci valami jót. Suárez 80-szor. És megint csak használhatatlan játékosok. És akkor 3 darab 7500-as fog következni. Már amúgy alig van coinom, baszki. Azért szépen elfogyasztottuk. Kapus Zommer. Na, ő nem rossz egyáltalán. Őt eltesszük. Egész jó. Nézzük meg a következő csomagunkat. Mit ad nekünk Griezmann? Valami értelmeset. David Luiz, átigazolt David Luiz. Baszki, de fasza. Na, ő amúgy ér valamennyit. Na, hát most nem tudjuk, megmereltettem. De fasza vagyok. Jó, ez egy David Luiz, ez jó volt nagyon. És akkor nézzük az utolsó csomagunkat. Ki lesz benne? Léci valami jót, kérlek szépen. Luis Alberto. Bele semmire nem megyünk, Álvarez, illetve még valami kis senki. Úgyhogy ennyi. Ennyi lett volna ez a videó, srácok, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen, akkor kérlek jelezzétek egy lájkkal, illetve iratkozzatok fel, hogyha esetleg ezt még nem tettétek volna meg. Találkozunk a következő videóban, szevasztok!